Hello mindenkinek, sziasztok! Itt van Evi és Levi! Ki várt minket, tegye fel a kezét otthon a gép előtt. Úristen, nagyon sokan vártak, igen. Igen, mindenki otthon üdvrivalgásba tört ki, hogy végre itt van ez a kettő szerencsecsomag. Szóval ez a videósorozat, tudjátok, egy olyan okosság, amiben próbálunk a levélíróknak tanácsokat adni, baráti tanácsokat, nem szakemberek vagyunk, ezt mindig kihangsúlyozzuk, fontos, hogy elmondjuk. Akinek szakemberi segítségre van szüksége, az bátran forduljon pszichológushoz vagy pszichiáterhez, és mondja el ott a problémáját, fognak tudni szaktanácsokat adni, vagy hát szakvéleményekkel segítik a előrejutást. Csak kijövök ebből a mondatból. Úgyhogy szerintem vágjunk is neki a következő két témának, amit hoztál. Kérem, mert lefárasztottam. Párkapcsolat, bizonytalanság a témakör. Torvi írta, 16 éves. 16 éves. Wow, és már párkapcsolati problémái vannak. A pár 21 éves, már lassan az első évfordulónkat fogjuk ünnepelni, de nekem van egy olyan érzésem, hogy nem szívesen vállal fel. Például eljön hozzám és telefonál valakivel, csak annyit mondta, hogy nem otthon van. Nem szeretné a Facebookra vagy bárhová kitenném, hogy kapcsolatban vagyunk, mert szerinte felesleges, még közös képünk sincs, lehet, hogy ezek nem fontosak, meg apróságok, de nekem mégis sokat jelentenének. Meg az utóbbi időben mindig mindent a munkára fog, ezért alig beszélünk, és amikor beszélünk, sem érzem azt, hogy szeretne, vagy nem is tudom, olyan közömbös. Hosszú ideig tart neki válaszolni, vagy pedig, ha válaszol, akkor is csak pár szóban teszi azt. Lehet, hogy már Evelyn már húzódik most olyan a szája, már hallom a fülem, mit fog mondani. Lehet, hogy csak képzelgés, de úgy érzem, eltávolodtunk egymástól. Én nagyon szeretem őt, és nem akarom, hogy a kapcsolatunknak vége legyen, már ha lehet ezt kapcsolatnak nevezni. Nem tudom, hogy erre kiadhat-e az önbizalom hiányom, és hogy azért van-e ez. A történet alapján mit kéne tennem, hogy javuljon a helyzet, és hogyan tudnék magabiztosabb lenni? Evelyn? Hát ez ismerős. Én is voltam ilyen helyzetben. Tényleg? Hogy engem is szégyeltek, meg én is szégyeltem a páromat. És igen, olyankor nem raksz ki vele fotót, meg amúgy se. Hogyha vagy így valahol, akkor nem azt mondod, hogy vele vagy, hanem csak nem. Igen, én ezt megértem. Akkor valószínűleg a ez nem normális. Hát miért volt ez az emberrel együtt, aki szégyelt és nem akarta kitenni a fotóidat? Mit akartad tőle egyáltalán? Én? Hát te. Hát én akkor őt nagyon szerettem. Te nem szeretted, ne idegesítsél már. De hogy nem szerettem, mert amúgy meg velem, hogy normális. De azt az embert szeretted, akit mögé láttál, akit beleláttál, akit te oda képzeltél. Nem magát az embert szeretted, aki ezt teszi veled, hogy szégyel, meg letagad. Azt nem lehet szeretni, hát hogy szeretnéd, amikor szégyel és letagad? Mert ciki voltam neki. Csesztél föl. És még két évet le is húztam bele. Jézusom. Ja. Ami nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat, ez nem elhírező kapcsolat szerintem, ez egy elképzelt kapcsolat, te szeretnéd, hogy ez működjön, a másik az már nem annyira lelkesül, érted, és nem meri ezt megmondani számodra. Viszont, hogyha te ezt tovább folytatod így ebben a formában, az tudja, hogy az önbecsülésedre fog menni, és magadat fogod emészteni a történtek miatt, azaz azért, hogy ez csődöt mondott. Semmiképpen nem szabad saját magadat okolni, a saját önbizalmadat leépíteni azért, mert mondjuk ez talán szerintem biztos nem lesz hosszú távon működőképes, és nem is kell, hogy az egy ilyen 16 éves vagy, nem kell a házasságon gondolkodni, meg örökké tartó párkapcsolaton gondolkodni, tapasztalni kell, élni kell, emberekkel kell ismerkedni, nem mondom, hogy mindenkivel feküdj le, aki szembe jön. De ez egy tanácsolja. Tapasztalatokat érdemes gyűjteni, mielőtt tényleg komoly kapcsolatban gondolkodik az ember, mert tudom, hogy ilyenkor a rózsaszín köd, meg a nagy érzelmek, meg a tinédzserkori fellángolás az azért embert képes elvakítani, és olyan dolgokra, olyan dolgokba bele bolondítani, amik egyébként a valóságban nem is léteznek, és naív álmokat kergettetnek velünk, de ezek aztán el fognak múlni, és mosolyogva fogsz visszagondolni a saját régi döntéseidre.
Így van, én is így gondolom, hogy élj még, ne menj bele ilyen komoly dolgokba, hiszen 16 évesen inkább máshogy legyen a prior, az, hogy mit szeretnél kezdeni az életeddel, a tanulásra koncentrálj, esetleg akarsz-e tovább menni egyetemre, erre használd ezt az energiádat, ne pedig arra, hogy van egy hülye srác, és akkor ő letagad, meg ilyen baromságai vannak, ezen kerekedj felül, mert a legnagyobb erény a megbocsájtás. És bocsáss meg neki, engedd őt szabadjára, és kívánj neki nagyon sok szerencsét. De miért bocsásson meg neki? Nem. Tehát bocsásson meg, mert ha engem valaki szégyel, akkor az rossz érzést okozott nekem, és ha engem valaki szégyel, nem értékelt az én személyiségem, nem értékelt az én szeretetemet, és megsértette ezáltal a kis lelkemet, ezt meg kell neki bocsátani, hogy ő ilyen bunkó. De egyáltalán biztos, hogy ő szégyeli egyébként, egy csomószor ebben a korban a fiúk húzzák egymás agyát, hogy hogy biztos, hogy csajot hoz, mész, becsicskultál, papucs lettél, nem tudom mi, és inkább ezt nem mondja azért, hogy ne húzzák az agyát, és ne cseszegessék a többiek. Hát, az rég rossz, ha másnak akarsz megfelelni, nem pedig az adott csajnak, akit szeretsz. És ott barátaidnak akarsz megfelelni. Akkor barátaidból vagy szerelmes? Ja. A második levél párkapcsolat megcsalás témaköre. Egy 22 éves lány írta, Walt Disney az ő nick neve vagy beküldői neve. 2 éve vagyunk együtt a párommal, korábban is voltunk már együtt, aztán hosszabb kihagyás után újra összejöttünk. Kb. 2 hónapja nem mennek jól a dolgok. Ő nagyon indulatos, gyorsan felkapja a vizet. Emiatt úgy érzem, eltávolodtam tőle, így vágytam más társaságára. Sajnos az a más társaság az egyik haverja, aki szintén kapcsolatban él. Érződik köztünk a szexuális vonzalom, és ha vele beszélek, mindig jól érzem magam. Ha nem lennék kapcsolatban, akkor tuti összejöttünk volna már. Nem tudom, hogyan viszonyuljak hozzá, mert a páromat nem szeretném összetörni, még belegondolni is rossz, hogy elhagynám. De ez a valaki nagyon vonz, sokszor lennék inkább vele, mint a párommal. Ezzel a valakivel már több hete megy ez a nagyon kívánlak dolog, megcsalás nem volt, de ez nem maradhat sajnos így. A párommal már beszéltem, hogy legyen figyelmesebb, kisebb-nagyobb sikerrel próbál változtatni, de ezzel a valakivel meg kicsit jobban látnám a jövőt, ha együtt lennénk. Mit kellene tennem? Kihez viszonyuljak inkább? Ha egy pasi a barátnője mellett mást kíván, nem is kicsit, akkor az mit jelent? Szóval mindkettőtök kapcsolatban van. És úgy próbáltok. Jól érted, igen. Ez úgy meredek. Oké. Engem nagyon felcsészett ez a levél, megmondom őszintén, mert annyira önző, hogy ezt el nem tudom mondani. Szóval, hogy csak azt nézed, hogy neked mi a jó. Oké, hogy az embernek figyelnie kell arra, hogy neki mi az előnyös, vagy mi a célra vezető, de ennyire önző módon viselkedni nagyon ritkán látom embert. Tehát az, hogy te benne rakadsz egy kapcsolatban, amit te egyébként így jóvá akarsz tenni, és abba akarod, nem akarod elhagyni, mert de közben meg egy másik embernek a párjára veted ki a hálót, és írogatsz neki, hogy így kívánod, úgy kívánod, tehát... Fú, hát szerintem ne. Ez eleve már így rossz, mert mindketten kapcsolatban vagytok, és úgy kacsintotok ki. És akkor mit hisztek? Akkor megcsináljátok a helyzetet, és utána visszamentek, mint aki jó végezte a dolgát? És akkor leéltek úgy még x évet az életetekbe a párotokkal, amíg nem jön olyan dolog, ami miatt végleg vége. Ez így egy érdekes helyzet. Tényleg amúgy az én szempontból nagyon önző ez a csajzi. Másik az, hogy azt kell a párodtól, hogy ő legyen figyelmesebb, nem tudom micsoda, miközben te meg levelezel mással, és nem tudom azt írod, hogy kívánod, így kívánod, szóval kicsit nem túl etikus. Kicsit így próbáljunk akkor így abból a csomóból így kikabajodni, tehát hogy lehet, hogy tényleg neked is az a legjobb tanács, hogy ne legyen senkit egy ideig, és próbáld meg magadat megismerni, de hogyha egy ilyen párkapcsolat függőként, vagy nem tudom, ilyen flörtölés függőként, vagy nem tudom, férfi függőként írod az életedet, akkor ez egy jó tanuló pénz lenne, hogy te egyedül legyél. És egyébként, bocs, de mégis érdemelnéd ebben a helyzetben, hogy te egyedül maradj, és két cég közül a pad alá essél. Levi el is mondta a tutit helyettem is. Én ehhez nem tudok hozzáfűzni. Minket fog kapni kommentbe, Jézusom, már most látom. De tényleg. Azért nézd magadba is egy picit, és hogy te ezzel el tudsz számolni, és tükörbe te tudsz úgy nézni, hogy nem köpöd szembe magad. És én vagyok a kemény. Hát nem. És érted, a párodat szólított fel, hogy figyeljen, robban rád, miközben te már egy másik férfival irkálsz, hogy akkor így úgy lehetne ez a szituáció közöttünk. Úgyhogy szerintem ticket easy, próbálj meg magadba szállva egy kicsit elgondolkodni azon, hogy mit is akarsz az élettől, mit is akarsz egy párkapcsolattól, aztán utána lépj meg a következő lépésedet.
Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videónkat is. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy nagy hatalmas nagy lájkot, írjatok kommenteket, mondjátok el a véleményeteket ezekről a történetekről, amiket itt megosztottunk veletek. Kövessétek Evelint, meg engem is az Instagramon, hogyha nem találtok meg minket, bár elég könnyű, kukat Evelin Kaspar és kukat Takatos Levente, akkor berakom az infoboxba, ugyanúgy, ahogy azt a űrlapot is, ahol tudtok nekünk kérdést küldeni, szerelmes lehet és küldhetek nekünk, főleg Evelinnek, nagyon szeretné és nagyon várja, mert lehet, hogy csinálnak itt a YouTube-on egy ilyen nagy űrt és ilyen párkereső műsort, és akkor lehet lejelentkezni, hogy ki akar randizni, és leforgatjuk. Tetszene? Inkább erre nem mondok semmit, mert az nem lenne etikus senkivel szemben. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket, addig is ölelünk, csókolunk titeket. Csók-csók, puszi-puszi, nem én vagyok az anyósi srác, aki neked kell.